Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Engedjetek meg egy történettel, hogy múlt héten egy konferencián vettem részt, és miközben mentem a konferenciára, azon gondolkodtam, hogy remélem lesz olyan jó gondolat, amit majd el tudok hozni hozzátok. Igazából ezen a konferencián az egész világból vettek részt az egyes hatóságoktól, pénzügyi felügyeleti hatóságoktól személyek, és tulajdonképpen a konferencián azt vettem észre, hogy egyetértés mutatkozik abban, hogy mindenki az edukáció fontosságára helyezi a hangsúlyt. Tehát mindenki egyetért abban, hogy nagyon fontos az, hogy minél többet oktassuk tulajdonképpen a társadalmat a pénzügyi kultúra vonatkozásában. Ebből a szempontból is nagyon szépen köszönöm a meghívást, illetve azt is köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintem egy nagyon jó úton vagytok a pénzügyi tudatosság fejlesztése irányában. Egy kicsit ilyen bemelegítésként minden előadásom előtt szoktam pár kérdést feltenni. Az lenne kérdésem, hogy ki az, akinek van bankszámlája? Szuper. Bankkártya, hitelkártya? Szuper. Megtakarítás esetleg? Nagyon jó, oké. Nekem nincs. Hitelem van. Ki az, aki esetleg pénzügyi területre készül majd a jövőben? Közgazdásznak, esetleg bankárnak? Nagyon jó. Jó, akkor bele is vágnék az előadásomban ennyi bemelegítésképpen. Tulajdonképpen azt nézzük meg első körben, hogy kik a pénzügyi piacnak a szereplői. Leegyszerűsítve tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy bankok, brókercégek, biztosítók, pénzügyi vállalkozások, illetve közvetítők. De mi a közös ezekben az intézményekben, illetve az általuk nyújtott szolgáltatásban? Az pedig az, hogy az MNB-nek az engedélyével kell, hogy működjenek ezek az intézmények. Ez az engedély tulajdonképpen nem csak egy ilyen formalitás. Tehát ez az engedély, ehhez be kell bizonyítani tulajdonképpen az MNB részére, hogy ő képes lesz majd normálisan működni, és majd a befektetők, illetve az ügyfelek érdekeiben eljárni. Itt is egy történetet mesélnék el, hogy kb. 15 éve jártam Törökországban, simán nyaralás céljából, és ott a vízum ellenőrzés, vagy a vízum kiadás az annyi volt, hogy beadtam az útlevelemet, és akkor 20 dollár vagy euró költségért beleraktak egy bélyeget, és ott az ügyintéző talán rám sem nézett. Tehát csak érzékeltetni szeretném, hogy az MNB-nek az eljárás az nem ilyen, hogy betolják a dokumentumot, rárakják a pecsétet, és akkor mehet az egész, hanem ez egy hosszú folyamat, ami alatt meggyőződik az MNB arról, hogy igen, ez a társaság biztosítja azokat a kritériumokat, ami majd biztosítja azt, hogy a társaság jól fog működni. Ezek a szereplők tulajdonképpen milyen termékeket kínálnak a piacon. Általában ugye a bankok hitelt, betétet, bankkártyát, hitelkártyát, pénzváltással foglalkoznak. Nyilván az ábra nem a teljesség igénye nélkül készül, csak a lényeget szeretném nektek kiemelni. Ugye a brókercégek ugye részvénykereskedéssel, portfóliókezeléssel, befektetési tanácsadással foglalkoznak. Biztosítók életbiztosítást, autóbiztosítást, lakásbiztosítást kínálnak, illetve egyéb szolgáltatásokkal lépnek a piacra. Na és amiről ma szó lesz tulajdonképpen, ami a legfontosabb, hogy vannak olyan társaságok, akik ezt az egész felügyeleti és engedélyezési tevékenységet szeretnék elkerülni, ők pedig megpróbálnak valahogy úgy a piacra lépni ugyanezekkel a termékekkel, hogy ne kelljen nekik ezt az egész engedélyezési és felügyelési tevékenységet úgymond a nyakukba húzni. Ezek pedig a jogosulatlan társaságok. Igazából bármelyik tevékenységet végezhetik, vagy bármilyen termékkel a piacra léphetnek, de általában az a gyakorlat, hogy nem ők szeretnék a pénzüket odaadni az ügyfeleknek, hanem inkább az ügyfelek pénzére vágynak. Tehát általában ilyen befektetési típusú termékekkel jönnek a piacra. Mik azok a gyanús jelek, amik arra utalhatnak, hogy ezek a társaságok jogosulatlanul az MNB engedélye nélkül működhetnek, és így kínálnak nektek valamilyen befektetési lehetőséget? Általában a legfontosabb az, hogy nagyon kiemelkedő hozamot ígérnek. Nyilván itt az embereknek a kapzsiságára próbálnak hatni. Gyakran azt mondják, hogy
odaadunk 1 millió, hogyha befektetünk náluk 1 millió forintot, akkor nem tudom, 1 év múlva majd csoda lesz, és 2 milliót adnak vissza belőle. Nagy számú üzletkötőt alkalmaznak, ezek az üzletkötők kimagasló jutalékokat kapnak, nyilván azért, hogy ez a rendszerhez gyorsan terjedhessen. Gyakran olyan nevet alkalmaznak, ahol valamilyen más ismert név nekünk visszacseng, és ez bizalmat áraszt. Ami nagyon fontos, hogy általában offshore területen kerülnek ezek a cégek bejegyzésre. Ezzel pedig az a céljuk, hogy tulajdonképpen ne húzzanak magukra egy nagyon bonyolult jogszabályi megfelelési kényszert. Azt szoktam mondani, hogy például lehet, hogy egy ilyen pálmafa alatt bejegyzett offshore társaságnak a befektetési szolgáltatási tevékenység mellett olyan jogszabályi környezetnek kell megfelelnie, mint a fagyülaltárusnak a tengerparton. Ami még gyanús jel ezeknél a társaságoknál, hogy általában agresszív reklámokkal, kicsit ilyen pusi ügynökökkel próbálnak meg ránk nyomást gyakorolni. Mik még a veszélyek és a kockázatok? Ugye a sötétkék dobozban vannak a jogosulatlan intézményi rendszerből fakadó veszélyek. Ugye az, hogy ezeknek a társaságoknak nincs felügyelete. Nem lát el senki fölöttük felügyeleti tevékenységet, nem küldenek adatszolgáltatást, egyáltalán nem tudjuk, hogy ők hogy működnek, illetve más felügyelet sem tudja. Manapság az online virtuális világban nagyon tudnak terjedni, nagyon gyorsan tudnak terjedni, úgynevezett nagyon gyors fertőzöttséggel tudnak egyre több ügyfelet beszervezni. És ugye az offshore terület miatt nem egyszerű a felfedésük, tehát eléggé rejtőzködőek. Gyakran egyébként azt mondják, hogy azzal próbálnak beszervezni ügyfeleket, hogy offshore bankszámán lesz minden, és semmelyik hatóság nem fog erre rálátni, nyugodtan akár fekete pénzeket is lehet oda csatornázni. Hát azért az a jó hírem nekünk, illetve nekik rossz, hogy azért az MNB az eljárásaiban általában ezeket az offshore bankszámlákat is be szokta tudni kérni. Amit kiemeltem pirossal, hogy nincs befektető védelem. Tehát nyilván, hogyha nem felügyeli őket senki, akkor nincs oba a beva garancia. Tehát, hogyha valaki oda befektette a pénzét, akkor tulajdonképpen csak azt tudom mondani, hogy a jó szerencsében bízhat. Ugye ezek a termékekről már volt szó, ami ugye itt a világos kék négyzetben van. Azt tudom mondani, hogy ennek van egy evolúciója. Ami közös mégis a termékekben, hogy általában magas kockázatú termékek, hatalmas tőkeáttétellel, nagyon nagy volatilitás van ezekben az árfolyamokban. És tulajdonképpen az evolúció az úgy nézett ki, hogy korábban egy ilyen betétgyűjtés jellegű tevékenység volt ez, hogy amit az előbb is mondtam, befizetjük mi az 1 millió forintot, és majd ők visszaadnak csoda folytán 2 milliót 1 év múlva. Ez körülbelül erről a szintről indult. Aztán az online világban már megjelentek a Forex kereskedési robotok, ez a Forex szolgáltatás, a bináris opció. Bináris opció nem más, mint mondok egy példát, tippeljük meg, hogy a dollár euró árfolyam, az 5 perc múlva magasabb lesz-e, mint most jelenleg, vagy alacsonyabb. Tulajdonképpen ez egy ilyen, ezen a konferencián, amin voltam múlt héten, ott is szóba jött ez a témakör, és tulajdonképpen mindenki egyetértett abban, hogy ez inkább egy ilyen fogadási jellegű termék, nem is inkább pénzügyi termék. Most azt látjuk jelenleg, hogy eltolódott az irány a kriptovaluták és ez az egész kriptovilág irányába, ami egyébként az egész világon egyenlőre még nem felügyelt tevékenység, hiszen ezt még nem minősítették pénzügyi eszköznek. Ami még kockázat, az, hogy a fogyasztók viselkedéséből adódó kockázatok, ami azt gondolom, hogy ez a mai esemény is egy szuper dolog ahhoz, hogy ti egyre edukáltabbak legyetek, egyre több tudásotok legyet ebben a témakörben, és tudjatok jó döntéseket hozni majd a jövőben a pénzügyi szokásaitok kapcsán. Fogok hozni egy videót, ami összefoglalja tulajdonképpen az összes kockázatot, veszélyt, gyanújelet, amit tulajdonképpen eddig bemutattam nektek. Az lesz a kérésem, hogy kicsit nem biztos, hogy nagyon hangos lesz a videó, úgyhogy figyeljetek, legyetek kérlek szépen, hogy csendben. És egy dolog, amikor majd felteszem a kezem, akkor szabad nevetni, jó? Tehát az lesz tulajdonképpen majd a lényege az egésznek, de azt gondolom, hogy sokan biztos, hogy láttátok már a filmet, meg a videót.
Nos, ön pár hete levélben érdeklődött nálunk, hogy van-e olyan OTC részvény, amiben hatalmas potenciál van minimális kockázattal. Emlékszik erre? Igen, emlékszem. Oké, nagyszerű. Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időkben. Ha van egy perce, gyorsan elmondom magának. Van egy perce, John? Most nem érek rá. A cég neve Aerotine International. Ez egy dinamikus, high-tech cég Iowából. Szabadalmaztatás alatt álló új generációs radardetektorokkal, mind katonai, mind civil felhasználásra most. Nem szabad kihagyni, John. Most 10 centért adják ezt a papírt. De a helyzet az, John, hogy az elemzőnk szerint az egekbe fut majd az ára. A haszon mindössze 6000 dollár befektetésen akár 60 ezer dollár is lehet, John. Ennyi a felvethitelem. Ebből most kifizetheti. Kifizethetem a házam. John, csak egy dolgot mondhatok. Én mindig azt kérem, hogy az ügyfelem engem ne a sikeres üzleteim, hanem a kudarcaim alapján ítéljen meg, mert azok alig vannak. És az Aerotine esetében, minden faktort figyelembe véve, 5 ász van a kezünkben, John. Oké, rendben. 4000-ért. Amennyi kijön. 4000 dollár, az 40000 részvény, John. Már is indítom az üzletet, és hogyha megvan, visszaszól önnek a titkárnő. Rendben van, John? Rendben. Rendben. És John, nagyon köszönöm a bizalmát a befektetői központ nevében. Oké, kösz a tippet. Minden jót. Na, ennyi lett volna a videó. Remélem tetszett nektek. Tulajdonképpen az lenne a cél a mai előadásommal, hogyha egy ilyen beszélgetéssel hív fel titeket valaki, amiben ugye tulajdonképpen jó néhány elem, ilyen veszélyes kockázat felfedezhető volt, amiről az előbb beszéltem, hogy akkor ebben az esetben villanjon fel nektek a piros lámpa, hogy nem biztos, hogy ez így igaz, kicsit próbáljunk meg utána nézni, ott van a telefon a zsebetekben, elég sok információt megleltek. Az első, én azt gondolom, hogy az legyen ilyen esetben, hogy nézzetek utána a társaságnak. Tehát aki a befektetési szolgáltatást, vagy hitelt, vagy bármilyen más lehetőséget kínál, nézzetek utána. Az MNB-nek van a honlapján egy nagyon jó keresője, amit az mnb.hu piaci szereplőkeresése általános keresőben tudtok megtalálni. Oda beírjátok a társaságot, 3 kimenetel lehet. Egyik, hogy látjátok, hogy van engedélye, meg tudjátok nézni, hogy annak a társaságnak mire van engedélye. Van egy lehetőség, hogy kaptok egy figyelmeztetést, mint például itt a Goldstein szó esetében. Ez azt jelenti, hogy vagy a magyar hatóság, az MNB, vagy pedig már egy másik külföldi felügyeleti hatóság kockázatosnak találta, ezért felrakta őket, vagy szólt nekünk, és mi felraktuk a listánkra. A másik, hogy nem találtuk semmit erről a társaságról, az azt jelenti, hogy még mi sem tudunk róla, és nincs engedélye. Ilyen esetben, amit tudtok tenni, hogy bejelentitek ezt a gyanút nekünk, ugyanúgy az MNB honlapján megtaláljátok a megfelelő helyet. Ez azt jelenti, hogy majd elkezdünk a társasággal foglalkozni, megnézzünk róla mindent, és hogyha mi is indokoltnak találjuk, akkor indítunk egy úgynevezett piacfelügyeleti eljárást. Ebben az eljárásban tulajdonképpen ezeket a jogosulatlan tevékenységet végző társaságokat vizsgáljuk. De hogy is néz ki egy ilyen eljárás? Első körben megkeresünk minden lehetséges információt a társaságról, amit mi elérünk. Utána elindul az eljárás, ügyészi engedélyt kérünk a társaságokra, utána bekérünk minden lehetséges adatot róla, például bankszámlakivonatot, értékpapírszámlakivonatot és stb. És utána következik a legizgalmasabb rész, a helyszíni ellenőrzés, amikor kimegyünk a társaság helyszínére, ahol tulajdonképpen a tevékenységet végzik. De hogy is kell ezt tulajdonképpen elképzelni? Legutóbb az egyik legizgalmasabb volt, amikor egy ilyen ehhez hasonló rendezvény volt. Itt kint ült a pódiumon sok személy, sokan beszéltek, mindenki elmondta, hogy milyen sok pénzt keresett. Ez egy ilyen pilótajáték jellegű befektetési lehetőség volt. Mindenki tapsolt. A rossz hír az nekik az volt, hogy ebből a közönségből 2 személy az én kollégám volt, és mikor vége lett ennek a konferenciának, akkor besétáltunk még 6-an, 6 rendőrrel, és akkor mondtuk nekik, hogy akkor itt most eljárás van folyamatban, mindenki nyilatkozzon, miért van ott. Számítógépeket lemásoltuk, utána le is foglaltuk, a szervezőket alaposan kikérdeztük, és utána mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a befektetési lehetőségnek elejét vegyük, és hogy ez ne tudjon tovább terjedni Magyarországon, megvédve ezzel a befektetőknek az érdekeit. Tulajdonképpen ez a célunk, hogy ezeket a társaságokat minél előbb
kivonjuk tulajdonképpen a rendszerből, és megszüntessük azt a potenciált, hogy ők egyre több embert szervezhessenek be a rendszerbe. És tulajdonképpen ez bizonyítja jó pár újságcikk is a médiában, ahol látszik, hogy időben tulajdonképpen sikerült a társaságokat lekapcsolnunk. Majd a végén, a piacfelügyeleti eljárás végén pedig határozathozatal következik, ahol bírságot szabunk ki, eltiltjuk a társaságot, és tulajdonképpen ezzel védve az egyes ügyfeleknek, illetve a befektetőknek az érdekeit. Összefoglalva tulajdonképpen az lenne a célom ezzel a mai előadással, hogyha nektek is bármilyen olyan társasággal szeretnétek kapcsolatba lépni pénzügyi tevékenység kapcsán, amiről nincsen előzetesen sok információtok, akkor mindig Google-ben keressetek utána, nézzétek meg az MNB honlapján ezt a társaságot, ellenőrizzétek le, keressetek ismerőst, aki ért hozzá, és próbáljátok meg az ő véleményét is kikérni. A cél tulajdonképpen az, hogy minden befektetési döntéseteket alapozzátok meg, nézzetek utána, és akkor az alapján fektessetek be, illetve az alapján adjátok át a pénzeteket más társaság részére. És akkor én nagyon szépen megköszönöm a figyelmet, bármi kérdésetek van, akkor azt most is nagyon szívesen várom, illetve hogyha későbbiekben e-mailben megkerestek, akkor arra is ígérem, hogy fogok válaszolni.